Their house is a museum. When people come to see, they really are a museum. The Addams Family. Másik hangot átváltom. Minden hang átváltva. Kép van. Egyébként, ha a streamet nézed, akkor ott is alattam meg fog jelenni a chat. Hogyha ír valaki. Ha beír valaki, akkor annak alattam is meg kell, hogy jelenjem. Aha. Ott van. Úgyhogy ott tudod majd követni a chatet. Vagy ugye oldalt is ki van írva a videón. Látom. Szuper. Tehát akkor ugye a VR-ról van ma téma. A technológiáról. Jó napot kívánok. Sziasztok. Te ugye nagyon küldöd a VR-t, mert ugye akarsz venni, azért gondolom sok mindent tudsz róla. Hát szeretnék. De azt viszont valóan tudtad-e róla, hogy már az 1900-as években elkezdtek vele dolgozni? Ezt nem tudtam. Pedig már akkor elkezdtek dolgozni a VR-on, a virtuális valóságon, csak hát nem általános felhasználásra, hanem saját használatra, úgy ott a űrállomásokon akarták használni legfőbbképpen, és ők is dolgoztak vele. A 2000-es évektől kezdték el inkább a játékokhoz tervezni őket. Ennyire még nem mentem bele. Pedig úgy érdemes, hogy azért utána keresel egy kicsit. Hát én a játékos verzióját kerestem annyira. Ezen belül is a számítógépekhez való virtuális valóságot. Uh-huh. Ezen kívül még lehet telefonra is, ami már szerintem előbb megvolt. Miben áll konkrétan egy ilyen VR box? Tehát ugye áll a szemüvegből, amit fölveszel? Áll a headsetből. Két ilyen... Hát, hogy is... Mondják ezt, ez a... Hát ez a kontroller, nem? Kontroller, igen. Ami hát Pro esetében vezeték nélküli. A sima HTC Vive esetében meg vezetékes. És van két ilyen... Hogy is mondják? Faszom. Bocsánat. Ezt még meg kell szokni. Tehát igen, kettő. Mi van még? Hát ilyen érzékelő.
Érzékelő. Érzékelő falszerűség. Ja, mondom a nevét. Ja, mi gondolom, a izé a te testedet érzékelj úgy most, hogy mit csinálsz hát szépen. Igen, 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 igen. Uh-huh. És ugye nem lehet vele akármilyen játékkal játszani, csak ami van VR támogatás. Igen, igen. De ahhoz, hogy VR-ra tudja játszani, ahhoz bizonyos alkatrészeknek is kell, hogy támogassa, például a videókártyának is kell támogassa a VR. Hát kell egy hardware igénye van annak is. Tehát nem lehet eljátszani velem, hogy mit tudom én egy Pentium 4-en, hanem azért az is kell egy kisebb vas. Vas? Hát gép. A gép. Ezt úgy szokták mondani. Jó, ez nem jó. És még ugye ezek ki ugye FPS játékokhoz szokták használni inkább a VR-t. Hát TPS ilyesmikhez ugye nem tudsz, tehát csak az FPS nézet marad. Hát igen. Viszont nagyon igen? Bár mondjuk ahogy láttam a PUBG-t is, a GTA-t is már tesztelgetik. Hát de azt is FPS nézetből. Nincsen. Úgy kimondottan mainstream játékról még nem beszéltünk, ami jött volna VR-ra. Vagyis, hogy lekallottál valami, az oké, hogy tesztelgetik a PUBG-t, a GTA 5-öt, meg már jöttek ki egyéb játékok, például jött ki Star Wars-os is, ugye nem egy, vagy Pisti legutóbb tesztelt egy háború szimulátort rá. Na, ez meg új. De kimondottan nagy mainstream játék ugye nincs hozzá, maximum az a zenés, amivel karddal kell vágdosni a különböző színű kockákat. Hát igen, de az elvileg külön ilyen dolog. Nem? Én nem tudom, nekem nincs VR-om. Nekem sincs még, de szerintem az ilyen külön ilyen cucc kell hozzá. Azt fogalmam sincs. Amit én néztem, ugye a horror játékok, ami nagyon be fog majd jönni az embereknek, az a Minecraft lesz. De ilyen táncolgatós izéki játékokat nem nagyon néztem. Nem táncolós. A táncolós a Just Dancing, de az nem VR-hoz van, hanem az a mozgásérzékelőhöz. Az más. Az van megint más. De az a kardoshoz is van valami kellék, valami kardok, meg ilyen botok vagy mi a túró. Szerinted el tudod képzelni más stílusú játékoknál a VR használatát? Mert ugye lehet, hogy az autós, meg ugye ott lehet, sőt valamelyiket már, vagy valamelyiket lehetett is vele úgy játszani, talán a Forzát. Így ott, hát még, ott még ugye életképes a VR. Hát, talán az Oculus-t azt. Amikor nem ilyen álló helyzetben vagy, hanem mondjuk ülsz a gép előtt, és akkor van előtte egy kormány, vagy esetleg valami, és akkor talán úgy el tudnám képzelni. De úgy a sima HTC Vive-t, meg a Pro-t, azt nem. És úgy szerintem de szerintem egyik sportjátékban se szól. Hát sportjátéknál igen, de nem nagyon lehetne ott elsütni. RTS-nél se, bár az már nem nagyon van, ki ugye a MOBA kiszorította. MOBA-knál se lehetne nagyon bevezetni ezeket. Úgyhogy azért ennek van egy szűk kör, amin belül tud mozogni. Úgyhogy. Viszont ugye nincs olyan hú de sok játék, de ugye magában VR-ból sincsen sok, tehát azért olyan sok ember nem vesz VR-t, feltehetőleg az ára miatt, hiszen az a teljes pak 400-500 ezer között mozog, azért az nem kis pénz. Hát
Igen. És azért sokat tesz bele, hogy azért hol is veszed. Hát igen, azt egy átlagember azért sok idő még összespórolja, mert... De amúgy megnéztem, bázisállomás az a két hangszóró szerűség. Már elfelejtettem. Úgyhogy, de amúgy szerintem egy praktikus dolog, mert elég sok segítő dolog van, amit esetleg a 3D-s nézetben nem adnak meg. Ilyen például, hogy mondjuk, hogyha felveszel egy szemüveget, egy 3D-s szemüveget, azt ráveszed egy másik szemüvegre, meg ilyesmi. És ennél meg úgy van, hogy van benne kialakítva egy kis olyan rész, ami elfér a szemüveg. Szóval a szemüvegben is lehet játszani. Uh-huh. Nagy segítség. Hát az biztos. Hát meg azért egy manapság, hogy mindenki a gép előtt ül, elég sok szemüveges van. Mert ugye a 3D-t azért nem szereti sok ember, mert ugye nem látja a képernyőt. Hát igen. Ebben viszont egy jó kialakítása van. Például az első, aki nagyon gondolkozott a VR kihasználásán, az bármennyire is meglepő, de nem a játék cégek voltak. Van egy tippet, hogy milyen irányba? Hát igazából nincs. Nincs? Szerintem nem fogsz meglepődni, ha azt mondom, hogy az első, akik komolyabban elkezdtek a VR-osokra gondolni, azok a pornó oldalak. Első, 18 pluszos karika kint van, nem? Nem fogok belőle videót mutatni. De ők kezdtek el elsőben komolyabban gondolkozni azon, hogy ki kéne használni azt a... Azért egyébként eléggé meglepő, ilyen nagy VR közösséget. Igen, rá lehet keresni. De még nem olyan fejlett az a része. Tapasztalat? Hát, ki nem nézett ilyen videókat? Nem mondjuk, akinek nincs. Mi? Monitorján? Vagy milyen VR-ra, hát arról beszélünk. Hát jó, hát még én sem néztem, szóval csak videó keresztül láttam. Aha, igen. A videót néztél arról, hogy valaki VR-on, mi van? Pontosan. Úramisten. Hát jó, azért kell tudni róla valamit. Belekezd az ember. Legalább lányt nézte. Nem, abban az egyetlen egy gond, hogy ha játszol egy VR-ra, akkor ugye az legtöbbször 360 fokos szögbe van. Na, az ilyen oldalaknál, ilyen, amiket előbb említettél, az csak 180 fokba lehet látni. Ha átra nézel, akkor tiszta sötétség van. Hát jó, hát ott átra nézni, azt akkor látnád, hogy áll ott a producer, meg az egyéb ilyet, meg a kameraman, meg a többiet, ki tudja, milyen... Nem, ezt ne így képzeld, hogy producer, meg kamera, szóval ez nem egy olyan film. Meglepődni, hanem... hogy milyen stáb áll egy ilyen film mögött azért. Csak egy virtuális valóság. Úgyhogy... mit gondolsz, mi az az idő, amikor már nagyjából, mondjuk ugye az átlag embereknek is elérhető lesz ez a technológia? Hát... mit nevezünk átlag embernek? Hát így nem ilyen 500 meg 600 ezerket keresnek havonta, hanem ilyen 150-160-akat. Nekik mikor lesz elérhető talán ez? Hát szerintem egy jó 10 év múlva. Az a 10 év. 5 év múlva elvileg kijön egy új Pro. Sőt, szerintem már ki is jött, mert az itt van. Vagyis nem Pro, hanem HTC Vive. Az a Cosmos Virtuális világ. Az a következő, és utána még kijön pár, és utána már szerintem lejjebb megy az ára.
De ennek is annyi a különbsége, hogy a... ugye a kontrollerek megváltoznak. Meg ugye gondolom a felbontásába is. Nem lesz annyira pixeles. A Vive között, a sima HTC Vive és a Pro között hát látszólag nagy a különbség, mint felbontás. Mint, hogy mennyi pixelt látsz, stb. Szóval tisztább a kép. És érezhetően, vagy csak nagyon, vagy csak hát papíron? A látszólag, ne, szóval ez nem papíron, ez már általában, hogyha megkérdez az embert a HTC Vive-ről, ami elérhető, áron van, a simáról, akkor lehet hallani, hogy elvileg ilyen nagyon pixelesen jönnek ki a dolgok. Nem nagyon, de látszólagosan. És milyen jövőt tudsz elképzelni ennek, hogy hova juthat ez a virtuális valóság? Hát, igazából a virtuális valóság szerintem a jövő az egésznek. A új játékok, stb. Említettem szerintem már neked, de nem tudom, hogy utána néztél-e, például a Ready Player One című filmnek. Nem tudtam megnézni. Mindegy, már az is valami hasonlóról szól, és valami hasonló felszerű, és ott is húzod a fejedre a virtuális valóság sisakot, és akkor bekerülsz a játékba, és ugyanúgy lemásolja a mozgásodat, azért mondjuk, hogy teljes mértékben te irányítod a karakter, tehát nincsen az, hogy nyomogatod a kontrollert, vagy ott ilyen pöttyjel jelölöd ki, hogy hova akarsz menni. Még ilyesmiben, ugye itt a valóságban is mozogsz, és lehet hozzá kapni különleges, tehát mondjuk úgy szőnyeget, amin minden irányba goruló rész van, és akkor ugye nem engedi, hogy elszaladja onnan. Hát igen, ez annyiba, de az korlátozott, nem? Korlátozott a mozgástered. Nem, ugyanúgy bármit megcsinálhatsz. Mert a szőnyegen állsz. Azon kívül már nem érzékel, nem? Nem, érzékel az ott bárhol. És ugye a szőnyeg azért van, hogy ne tudjál neki szaladni mondjuk a falnak. De érzékel az bárhol, mert téged érzékel, ugye a fejeden keresztül téged érzékel végig, az a szőnyeg az csak azért van, hogy te pégyen gyakorlatilag. Láttam egy-két embert, aki kiment az ajtó majdnem, úgyhogy... Pisti is neki baszott a falnak kézzel, úgyhogy történik. De hát azért az egy ember azért csinál helyet magának, hogyha ilyet használ, szóval... Hát nyilván bérel, azért benne van. Hozzá. Hát nem is egy külön szobát, de legalább az asztal fejére teszi, hogy ne bukjon el. Vagy a széket. Jobbik esetben. Vagy, ugye ott van a másik, amit említettem. A Sword Art Online anime. Ugye röviden SAO. Az is teljesen erről szól, hogy bekerülnek ugye a játékba, és ott a saját mozgásukkal irányítják a karaktert. A nagy különbség az annyi, hogy még ott fölveszed ott a sisakot, és kapcsolódsz a szerverhez, leblokkolja a tested. Tehát nem mozogsz. Tehát amit a parancsot kiad az agyad, hogy emeld fel a kezed, vagy csak a karakter fogja végrehajtani, de magad nem, de ott fekszel az ágyba, és mint ha aludna. Ó, ez már nagyon jövő. Szóval... Ez már nagyon a jövő. És például az animének a fő mozgató ereje az volt, azon kívül, hogy ez a cucc így kijött, hogy nem lehetett belőle kijelentkezni. És ha ott meghaltál a játékon belül, akkor a valóságban is. Itt gyakorlatilag így kisütötte az agyadat. De szerinted maga az eleje, tehát az, hogy leblokkolja a testedet és úgy tudjál játszani, az szerinted valamikor elérhető lesz? Jó, nem ilyen 10-20 hát, éven belülre gondolok, de... Hát, hogy az, hogy leblokkolja a testedet, az nem hiszem, de...
az, hogy minél kevesebb eszközzel való megvalósítás, az viszont igen. Szóval az, hogy kimennek a kontrollerek, nem kell rácsatlakozni semmihez, hanem mondjuk van egy szemüveged, és akkor abban már benne vagy a virtuális valóságban. Szerinted tulajdonképpen előfordulhat-e, vagy erről inkább mit tehet a játék, vagy az eszköz, hogyha mondjuk nem lehet belőle kijelentkezni? Ha nem lehet belőle kijelentkezni? Na, nem tudsz kijelentkezni a játékból. Vagy egy online játék, ilyen MMORPG. Ez ugye, ugye, ez ugye, ugye így elsőre, hogyha ezt így mondom, ugye akkor az emberek az utat szél, hogy erről nyilván a játék tehet, ugye egy játék hiba lehet, hogy nem lehet belőle kijelentkezni. Viszont mivel a kapcsolatot a játék is te közted, a sisak éri el, ezért lehetne azt mondani, hogy a sisak hibája, hogy blokkolja a kijelentkezést. Hát valószínű, hogy az. Valószínűleg, akkor szerinted egy a tesztelési időszak az mennyi lehetne egy játéknál is? Ami így kimondottan ilyen szinten VR-ra van, ennyire a jövőben, illetve egy hasonló fejesre, kapt egy főhúzol a fejedre, hogy véletlenül se legyen benne ilyen hiba. Ez egy jó kérdés, mert nem én gyártom ezeket. Meg. Szóval az, hogy mennyit kell tesztelni, az, hogy ne legyenek ilyen hibák, az csak a gyártó tudja, aki teszteli az ilyen dolgokat. Hát reméljük azért teszteni fogják, mert manapság, amit lehet hallani, meg látni játékokba, hogy mennyire tesztelenül jönnek ki, hogy olyan hibák vannak benne, hogy csoda, hogy elindul. Szóval reméljük, ott már nem fognak hasonlókat elkezdeni, mert abban hatalmas botrány lehet, hogy kiadnak egy új játékot, örül neki mindenki, hogy jupi, viszont 2 hétig nem lehet belőle kijelentkezni, mire valaki észreveszi, ezt is képes megoldani. Akkor eléggé nagy problémák lennének. Hát ebben nincs ilyen. Ebben annyi az egész, hogy leveszed a sisakot és ki vagy jelentkezve. Igazából. Meg igazából számítógépen keresztül, amire rá vagy kötve, arra azon keresztül is lehet. Ha minden igaz. Hát gondolom, kihúzzák a gépet az áramban, akkor... Hát nem, csak az meg be lehet állítani gépen keresztül, azt látod a monitoron keresztül, amit a szemüvegből is szól. Ha összeszarod magad, azt is látják. Ez már nagyon megnyugtató volt. Így egyből megjött a kedvem a VR megvásárlásához. Tényleg. Viszont ha neked így felajánlanának egy ilyen tesztelését, mint az előbb mondtam, hogy mondjuk leblokkolja a testedet, viszont van arra lehetőség, mert fönt áll a veszélye annak, hogy nem tudsz belőle kijelentkezni, mondjuk 1-2 hétig mire javítják, elfogadnád-e a tesztelését, vagy elküldenéd őket Tahitire, hogy menjenek a lehető legmesszebb? Hát... Vagy van az a pénz, szerint... amiről lehetne beszélni? Hát biztos van, mert biztos van az a pénz, úgyhogy... Ja. Nagyon sok, de biztos, 100%. Ez jó tudni, hogy akkor spórolok, akkor bármire megkérhetlek. Tehát... Hát azért nem bármire, de... Hát egy ezek után... 2 hétig nem tudnál kijelentkezni, de van az a pénz. Úgyhogy... De akkor szerinted hát, végül is az nem elérhető, tehát az nem fog megvalósulni, hogy leblokkolja. Szerintem az nem. Az szerintem nem. Az maradjon a mesékbe. Anime is nem mese. Viszont akkor az lehetséges szerinted, hogy el fogják hagyni a kis kontrollereket, konzolokat a kézből? Hát, amit csak lehet. Szóval... Szerinted ez hogy fog később kinézni, hogy mondjuk esetleg kijön egy ilyen doboz, mondjuk úgy, hogy doboz, amiben szabadunk ott mozogni, és akkor úgy érzékeli teljes mértékben a testedet, hogy mit csinálsz, vagy hogy, tehát hogy érzed, hogy milyen megoldással lesz elhagyva, vagy az agyadhoz fog jobban kapcsolódni a szemüveg? Hát valószínű, hogy valahogy úgy, hogy a fejedhez lesz kapcsolódva, vagy a
Hát ez nagyon messze van, de a gondolataidhoz, de a két érzékelő azért még meg fog maradni azért. Bőven. Max csak annyi, hogy ugye a két érzékelő az már érzékelni fogja, nem a kontrollert fogja érzékelni, hanem a kezedet. Vagy a mozgásodat pontosabban. Hogy mondjuk, hogyha te fogsz, akkor az meg fogja fogni. Vagy esetleg még az jutott eszembe, hogy maradnának az érzékelők, csak nem úgy, hogy a kezedbe fogod őket, hanem mondjuk lenne négy érzékelő, ami már az említett kockát hozná létre, hogy itt leteszed falra mondjuk, az említett kockát hozná létre, de nem fizikailag, tehát nem az, hogy neki tudnál szaladni a falnak, egy olyan kockát, hanem egy ilyen virtuális kockát, és akkor úgy érzékelne téged. Hát, ja, végül is itt is megvan a kocka, amin keresztül érzékel, szóval nem mehetsz bárhol. Hát akkor valószínűleg először ezt fogják tovább gondolni. Úgyhogy, mert ugye annak is van egy távolsága. Egy olyan 6 méter x 6 méter. Kb. Azt hiszem az a maximum. És akkor hogy látod, mennyire fogja szerinted később uralni a piacot a VR? Hát, mi vagy, szerintem ez a jövő, szerintem ez fogja már átvenni a versenyt, nem úgy, mint a 3D, meg az ilyesmi. És le is lesz váltva szerinted a hagyományos játék? Hát az nem hiszem, az mindig megmarad. Csak leginkább cserélődni fognak, hogy most már lassan ilyen virtuális valóságos játékok jönnek ki, amint meg tudják hozni azt a színvonalat, amit ahhoz el kell érni. Szerinted melyik irányzatba fog főként elmozdulni egy játék kategórián belül? Egy FPS-ek, vagy esetleg a említett MMORPG-k irányába menne el? Hát általában szerintem az ilyen kalandozós játékok felé mennek, ahol mászkálsz. Nagyon az ilyen túlélős játékok, lövöldözős játékok felé, horror játékok felé fog elkanyarodni. De a sportban szerintem nem hiszem, hogy van nagy sikereket fog aratni. Hát ott elég azért focizni egy VR-ban azért elég durva lenne. Elég durva lenne, viszont nagyon jó, tehát azért azt úgy megnézni, hogy neki jársz játszani a haverokkal, tehát kibérsz egy külön házat, hogy elférjen benne a 11 VR. Hát azért az... Azért az úgy azért adná magát. Tessék, berúgod a barátodat. Ott a gól. Hát igen. Úgyhogy... De ennek is megvan a hátulütője, mint a... összes ilyen... Mint például? Hát az árán kívül, ugye? Hát például, ugye feltüntetik nagyon, hogy azért milyen... kiknek nem ajánlják... ugye... akik érzékenyebbek rá, azoknak sok forgás, vagy... lefölnézegetés, az hány ingert okozhat. Á, meg gondolom az epilepszia veszélye is azért fönt meg áll az ilyenni. Meg az epilepszia, igen. Azért vannak itt érdekes dolgok, ezzel a VR-ral kapcsolatban, amiket most így beszéltünk. Hmm.
Mire gondolsz, mi lehet a legolcsóbb, hogy mondjuk a VR elérhet, úgyhogy még értelmes legyen fenntartani, viszont már egy beugró felszerelés lenne. Így árva szerinted mi lesz az? Ja, amit sokkal, az az ára, amit, aki, na, amit sokan meg, amit meg tudnának fizetni. Ha, hát ez olyan, mennyi lenne az az ár? Hát olyan 150 imád szerintem mindenki kapna rajta. Akinek úgy érdeke, szóval érdekli. 150 lenne a beugró. Az ilyen izé kezdőszet. Hát de ez a full csomag. Mert ugye lehet külön is megvenni a dolgokat, de az úgy sokkal drágább. Hát nyilván. Minden drágább, hogyha egybe veszed, mint a külön veszed meg, hogyha egybe. Hát akkor szerintem így hirtelenében ennyit is tudtunk így a VR-ról. Beszéltünk kicsit a jelenéről, a jövőjéről. Úgyhogy ez így meg is volt. A következő témát, hogy a következőben mi lesz a téma, azt még nem tudom, azt még ki kell találnom. Viszont akkor most így ezzel végeztünk is. Rendben van. De majd, hogyha meg lesz, akkor majd valami bőbb élménybeszámolod azért. Akkor majd ez igen, egy élménybeszámol, az mindenféleképpen kell majd. Ma azért mégse mindennapos dolog. Legtöbb ember számára. Hát az biztos.